Milyen kis vidám muzsikát röttyint a ti nekünk DJ Konc, R&B All Stars, gyerekek, kedv van. A kedd a legjobb nap a héten, legalábbis én így gondolom, csodás élményeim fűződnek a kedhez, de a legcsodásabb élményem az áprilisban lesz szerintem kedden, ugyanis ellátogatok Marbellára, a Póker Fesztiválra. Nektek is van esélyetek kijutni, méghozzá teljesen ingyen, ugyanis az Everest Póker az kínál egy versenyt április 5-én este 8 órától, egy free roll versenyt, ami azt jelenti, hogy nincsen beülője a versenynek. Bárki, aki felmegy az Everest oldalra, regisztrál, ingyen játszhat ezen a versenyen, és ott lehet nyerni egy 1090 összdíjazású csomagot, 1090 dollár összdíjazású csomagot, ami azt jelenti, hogy a top 10 játékos esélyt kap arra, hogy Marbellára ellátogasson a Póker Fesztiválra. Jelszava van a versenynek, ami nagyon fontos, mondanám a jelszót, írjátok fel, ezzel lehet csak játszani, Marb, mint Marbella, tehát Marb, 10, hú, ez lesz a jelszó, ezt kell beütni, és azonnal játszhatok. Gyerekek, kedd, csodálatos nap, és egy csodálatos férfi érkezik hozzánk vendégségbe, nem tudok róla mit mondani, maga a nép mindent elárul, Gesztesi Károlyt, hogy fogadjuk sok szeretettel. Nem túl fiatalosan jöttél be, mert... Menjek, hívek Karcsikám, nagyon örülök, szia! Szia, csücsen ide le hozzánk, a kutyus mellé! Jó vagy, Karcsi? Jó, köszönöm. Fél, most ebben csak azt halljuk, hogy izé van. Mi? Hogy tré van, mindig volt valami baj. Vagy a szemeddel, vagy az egészséggel. Nem. Hát egyrészt 50 éves leszek nem sokára, úgyhogy majd te is fogod tapasztalni. Ez még aranykor. Tudom, még 50 lesz. Most egy ilyen nagy regenerálódás volt. Az mit jelent? Hát, hogy elkezdtem a példányt, amikor tanulok, hát, hogy eddig így tanultam, te is így látsz, nem? Igen. Most már ide tartottam el. Tehát kellett a Disneylandbe vennem azt a kartot, ami meghosszabbítja a karomat. És elmentem egy szemorvoshoz, és mondta, hogy hát ez egy feles. De nem így feles, hanem egy feles. Nekem is kell a feles egyébként. Igen? Aha. Csak nem hordom, mert engem zavar, szédülök benne. Várjál, te távolra látsz, vagy én közelre nem látok? Én távolra. Távolra. Akkor az ennyi a mínusz, a tiéd a plusz. Tiéd a jobb. Igen. Az ennyi a jobb. És akkor azt megkérdezte tőlem a barátom, hogy csinálta egy szemfelékvizsgálatot. Mondtam, hogy persze, igen, én is öreg, de nem. És kiderült, hogy le van szakadva a retinám. Ú, de szép. Igen, de úgy edzettem kemény súlyokkal, hogy leszakadt retinával, hiszen nem is tudtam. És mondta, hogy egy ütéstől lehetett. De engem igazán még senki nem ütött meg. De nem valami boxedzésem, vagy nem jársz ilyen helyre? Nem, járok oda, de nem ütött meg senki, a szememet biztos nem ütötte meg. És beugrott valami, hogy egyszer vízilabdás koromban, vagy center voltam, arra emlékszem, hogy valaki nagyon lekönyökölt, de valahogy beugrott, de ez már... Várj, ez mikor volt? Ez, hát 16 éves koromban. Ez 30. Akkor leszakadhatott? Elvileg azt mondta, hogy leszakadhatott, és azóta úgy élek, de semmit nem érzem, hogyha mindenkinek ajánlom, hogy menjen el szemfelékvizsgálatra évente legalább. Úristen, ne ijeszgess már! Hát ezt a Hajduná elmondta legalább, mert akkor ő biztos elment. Nem, még azt nem tudom. De a Hajdunak biztos, hogy mostantól üzenek, de mert ezt tudja elmegy. És azt tudtam, hogy mi az, hogy leszakadt a retét. Hát jó, rendben van, akkor kérek két varjátok vissza, hogy valami. És azt mondta, vissza kell varni. Tudod, ilyenkor a tű célra, és mondta, hogy nem, most már lézerrel is lehet, mondom. Ja, és vittem neki egy üveg pálinkát a sajátomból, és mondom, akkor most kérek szépen egy felest a pálinkából, na mikor akarja megcsinálni? Azt mondja, hogy hát ez tegnap is késő lett volna. Mondom, akkor még egy felest, a lényeg, az egész pálinkát, amit vittem ajándékból, azt megittam. Jézusom! Ez megműtött, azért kellemetlen. Nem kaptál oda injekciót? Nem volt egy ilyen izé? Injekciót nem, de nagyon kell. Azt mondja, hogy nem fáj, de fáj. Ha, a szemedben nem fáj, de mindenféle az idegekbe, szóval, hogyha itt varta, akkor itt rombasz. De most király. Most már ideje király, úgyhogy elkezdtem megint az edzéseket. De jó. Jó, megnyugodtam, mert hogy megvakulj nekünk. Mert... Mit olvastál még rosszat? Nem, csak hát láttalak mostanában mindig volt valami baj, ugye mindig azt láttam, hogy az egészséggel gondol. Akkor ugye elkezdtél fogyni kőkeményen, elkezdtél úgy élni, kajálni, de hát persze. Ugye az nehezen hozható össze azzal a playboy image-el, amit te táplálsz Magyarországon. Várj, ez nem egészen így van. Nem? Nem, mi még nem beszélgettünk, tehát én azért úgy élek, hogy vagy nagyon keményen, úgy fogyok ura, hogy azért az edzés, kitalálom az étrendemet, most már elég régóta, vagy pedig 4 nap, 1 hét tivornya.
Tehát ott abban minden van. Hát én is ilyen vagyok, ez nagyon szimpatikus. B52-t kell megint. Így indul. Igen. Úgyhogy tehát vagy ilyen, vagy olyan, ezt a középutat, hogy leülök egy pohárka sör mellé, meg egy kis ilyen, egy kis... Nem, akkor vagy csülök sörrel, pálinkával, vagy pedig mit a sárgarépa lé egy héten keresztül. Hát akkor te is ilyen. Hát találkozunk, akkor vannak jó abszolút helyeim, majd mondom. Így van, nyilvánvalóan. Karcsi, arról beszélhetünk, hogy én úgy tudom, hogy neked az eredeti neved az nem a Gesztesi volt. Igen. De a Tóth volt eredetileg. Igen. De azt gondoltad, hogy az túl sablonos művésznévnek? Nem, ez egy olyan dolog, hogy tök egyszerű a történet, és apámtól annak idején megkérdeztem, hogy hozzájárul-e. Hozzájárult, tudik, édesanyám második férjét Gesztesinek hívják. Aha. És a színművészetiről kirúgtak kétszer a harmadikon. És harmadik rostán. Nem akarom ennyi ezt a sztorit, ha az lesz a vége, amire gondolok. Így, de az, és akkor nekem az volt a fixa ideálom, hogy biztos, hogy amire a T betűhöz érnek, mert ugye sorrendben hívják be az embereket a harmadik rostán, T-hez érnek, fölállnak az osztályok. Tehát te írjam, megunják? Tehát azt mondom, egyrészt megunják, biztos vagyok benne, hát most már így mondhatom, mert borzalmas, hát 4-5 órán keresztül nyomorultak, ott ülnek, de... Hát szóval nyáron, júniusban, nincs légkondi, még mindig az Audrey színpadon, szóval borzalmas lehet a tanároknak is. És én szerintem ott az S előtt valahol már ott már vége van. Már menjünk már, Franz, menjünk. És ez volt az oka? Csak ez volt az oka, semmi más, esküszöm. Hát én azt hittem, ennél bonyolultabb sztori. Nem, menjünk, úgyhogy lapozzunk. Hát ez nagyon jó. Egyébként te egyetértesz ezzel a Playboy jelzővel, amit rádaggatnak? Hát se tudom, mi az. Mondjuk ez egy jó kérdés, fogalmazzuk meg ezt egy picit a Playboy-et. Tehát a Playboy az nekem az én olvasatomban, az azt jelenti Magyarországon, hogy jó egzisztenciával rendelkezik nyilván, tehát hogy van pénze arra, hogy éljen, hogy jól éljen, habzsolja az élvezeteket, ez lehet akár gasztronómiai, vagy akár, azt már beszéltük ugye az előbb, vagy esetleg a csajokat is, jó autókkal jár, jó helyekre jár, jókat vacsorázik, ezt is beszéltük, ugye? És hát úgy él, ahogy a többiek mondjuk szeretnének élni, jó? Így van? Ez jelenti a Playboy? Figyelj, én azt gondolom, hogy ez vagyok. Tehát amiket mondtál, hál' Istennek megvan. Hol sűrűbben váltogatom a barátnőimet, hol 7 évig vagyok valakinek a férje, de mindig azt csinálom, ami nekem jó. Figyelj, most az előbb beszéltünk arról, hogy említetted, hogy mélypont. Neked volt olyan mélypont, mondjuk, ha mondjuk arra gondolunk, amikor a Klaudiával szétmentetek, ami tényleg megviselt. Tehát ami nem olyan, mint egy férfinak a mélypont, hogy kicsit szarul vagyok, tudod, mi máshogy intézzük, mint a csajok, hanem hogy tényleg gatya szarul vagy. Tehát amikor tényleg úgy érzed, hogy itt vége a dolognak. Persze, pont az volt. Tehát végül is... Nem akarok erről beszélni a mi kapcsolatunkról, de tulajdonképpen az arról szólt, hogy amikor összevesztünk, akkor rá 10 perc azt mondta, de akkor menjünk ebédelni. Uh-huh. És hát akkor nem tudok ebédelni. Te nem akkor pici forma. A gyomorom, nem? Hát akkor estig azért legfeljebb, majd másnap reggelizek. Tehát valószínűleg ugyanígy éltük meg, hát mindenki megélte maga mélységében, hogy meg kellett élni. Az mélypont volt. Tehát közel fél évig laktam egy szállodában, mert nem nagyon bírtam otthon. De azt se szégyeltem, és nagyon jól éreztem magam a szállodában, úgyhogy ráadásul nem is a saját nevemben, hanem a szállodaigazgató barátom elintézte, hogy úgy kapjam a... Tehát nem a nevemre jöttek a számlák, de hát ott hihetetlen mennyiséget összebírtam inni, Cuba Libre volt, tehát Cuba Libre volt a gyógyír, és azt tudom, hogy az első hónapban ilyen 700.000 forint környékén bírtam meginni. Cuba Librét? Igen, de hát nagyjából nem is nagyon ettem mellette. Vagy kurva drága volt a szállodában Cuba Libre, vagy nagyon nem, kemény. Várjál, és egyre lejjebb ment az ár. Tehát először azt mondta a barátom, hogy a később le barátom, persze az igazgató, hogy akkor legyen 20%-kal kevesebb. Nem mondom, Tamáskább, legyen 20%-kal. A lényeg az, hogy a végén már 50%-kal volt kevesebb, de valahogy mindig 700 volt. De végig eltartottál 4 ember legalább a szállodából. De nagyon jó volt, szóval vigyáztak rá, például bentem haza éjszaka forgatáson, és egy tál forró leves volt bekészítve. Látom, hogy nem eszem. Nagyon jó volt, nagyon. Végülis jó időszak volt, és 5 csillagos szálloda, a Dunára néző ablakkal. Szóval élveztem. Hát ott hagytam egy lakásárát, de figyelj, ilyenkor én azt gondolom, hogy el lehet, ráadásul mentem mindenfel az országba, világba. És rá kellett jönni ilyenekre, amiket látod, csak 41-nél évesen jöttem el, és ezt is tanácsoltam bárkinek. A probléma elől nem lehet elmenni, de hiába mész a világon akárhova, az ott ül mindig az agyadba. Tehát hiába csajozol, hiába iszol, eszel, nézed a
Niagara vízesés. Az mindig ott van. Nem tudsz elmenekülni, ezt le kell magadba zárni, akár egy faházba leülsz, bárhol sétálsz az erdőt. Az egyszer, és kérdezte egy nagyon jó barátom, rendező barátom, hogy és mi volt a vége? Mert pont belekerült egy ilyenbe. És mondom, az, hogy kinyitod a szemed, és amikor kicsit visszaugrom, van az Arany Jánosnak a Velszibárdok című költeménye, és abban van egy olyan sor, hogy körötte ég, földszint az ég. Ami azt jelenti, hogy ugye az ég az lenn van itt a fejeden. És ezt éreztem egyfolytában. És amikor kinyitottam a szemem a szállodába, és mondtam, hoppá, eltűnt. Kinéztem az ablakon, és sütött a nap, szép volt a Duna. Visszaittad az eget a helyére. Akkor már nem is ittam, képzelj, akkor már esküszöm utolsó, és nem szabad inni szerintem. Mert az megint csak valószínűleg deprimál, vagy felerősíti a rossz érzést. Bár, amikor jól vagyok, akkor nincs mit felerősíteni, mert mindig jó kedvem van. De most van csaj, most standard van. Most épp nincs. Most épp nincs megint? Nincs, volt ott egy gyönyörű barátnő. Igen, azt mondom, egy fiatal csaj volt. Igen. Hát nyilván minek lenne öreg, hát persze. De nem igaz, nem. Érett hús is, szép hús, jó hús. Hát sőt, tehát én abszolút. Sőt. Jó, várjál, következő van, te még mesét nem mondtál úgyse. Én? Hát mese lemezen megjelent. Mese, na hát akkor meg már mondtál mesét. Tessék a gyereknek odaadni. Csináljunk valamit, én leszek mondjuk egy állat az erdőbe, és akkor, jó, akkor bejövök, lesz a gonosz is, mert itt a gonosz. Mit mondjak én, várjál? Figyelj, mondod a mesét, én megcsinálom, amit mondasz. Te vagy a narrátor, én meg vagyok, aki a szereplő. És te most ki vagy? Hát bazd meg, nem tudom, a rózsaszín nyuszi az erdőbe, aki a jó. És akkor én jövök, és akkor egy kis bejövök a Punk 16 stúdiójába, és ezt le kell narrálni, jó? Jó, te csinálsz valamit, és én téged narrálni. Te csinálod a dolgodat. Én csinálom, én azt csinálom, amit te mondasz. Nem, hát te csináld a magad dolgát. Jó. Zenekonci? Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy nyuszi. Hát nem mondhatni, hogy szép nyuszi volt, kicsit gnóm volt, kicsit furcsa orra volt, de tudott járni, és ez nagyon nagy dolog volt a nyúl életében. Tudnélik, a nyulak ugrálni szoktak, és a nyúl megtanult ugrálni egyik percről a másikra. És csak ugrált. Mélyebben ugrált, mert rá kellett, hogy jöjjön, hogyha ilyen magasan ugrál, akkor nem lesz neki semmilyen izma, és nem tud sokáig ugrálni. Majd egyszer lefeküdt, nézte ezeket. Mit látott az égen? Egy gyönyörű nyúl kislányt. Éppen elkezdett felé zuhanni, és zuhant a nyúl kislány, zuhant, püf, és belezuhant. Ebből született a kis nyúl kislány. És paskolta a popsiját, és ment, és a kicsi kislány. Kész. Itt a vége, fuss el, az a kicsi nyuszi. Buzit csinálj belőlem a végére, nézzek, rózsaszín, nyúl kislány. De jó voltál. Karcsikával, benne vagy szépen, a filmben, kész. Ha jön szépen egy nyúlott valahol sümegen, akkor benne lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Adok neked egy jeges esernyőt, egy jeges bögrét. Működik is? Abszolút. Gyönyörű szép cipőket gyártak, ha egyszer szükséged lesz rá, akkor... Én miért nem cipőt adsz inkább a bögre helyett? Igen, egyet drágább is, nem adott a szponzor. Gyere, ölejj meg. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Nagy tapsot gesztesünknek, köszönöm szépen. Ott kell kimenni. Köszönöm szépen, szia Karcsi. Na, hát a meleg nyúl esete után, és nem fáradtam ebbe az ugrálásba, holnap 16 óra 16 perckor találkozunk. DJ napszemüveg zenél nektek.